Elhangzott egy mondat az evangéliumban, ha figyeltetek, egy olyan eseményről van szó, amikor Péter kudarcot szenvedett a halásztársaival együtt, egész éjszaka fáradoztak, és egyetlen egy halat sem fogtak. És jön Jézus, és azt mondja neki, hogy evezz a mére, és vesd ki a hálót a bárka jobb oldalán. Péter szót fogad Jézusnak, pedig nem fogtak semennyi halat sem, és megtörténik a csoda, a háló megtelik rengeteg hallal, úgyhogy két hajó tele lesz, két bárka tele lesz, annyi halat fogtak. Ezt az egyetlen egy mondatot emelném ki most itt a név elején nektek, hogy evezz a mére. Új tanév kezdődik, mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy a mélyére evezzen a tudásnak, az ismeretek megszerzésének, mindegyikőtöknek lehetősége lesz arra, hogy az ima mélységeire evezzen, mindegyikőtöknek lehetősége lesz arra, hogy az öröm mélységeire evezzetek, és mindenkinek lehetőséget lesz arra, hogy a szeretet mélységeit megismerjétek. Ezekről szeretnék néhány gondolatot ajándékba adni így tanév elején a legkisebb diákoknak, a nagyobbaknak és a felnőtteknek is. Evezz a mélyre. Mindegyikőtöknek van értelme. A Jóistentől kaptátok ezt a csodálatos ajándékot. Tudtok gondolkodni, tudtok tanulni, tudtok ismereteket megszerezni, egyre jobban megismeritek az igazságot a tudományok mindenféle területén. Evezzetek a mélyre. Amit Istentől kaptatok, tudást, azt ki kell bontani, és ehhez hozzá kell tenni a ti szorgalmatokat. És akkor, hogyha akartok többet tudni, és szorgalmasak vagytok, akkor a tudás mélységeire elvesztek. És ennek a gyümölcse az, hogy jobbnál jobb jegyeket fogtok kapni. Ha már egyszer iskolába kell járni, akkor használjátok ki a lehetőséget, hogy minél több ismeretet, tudást szerezzetek meg. Csak az lesz a tiétek, amit a értelmetekkel, a fejetekkel megszereztek, akárhova kerültek, erre nagy szükségetek lesz, és nagyon hasznos lesz. De nem csak értelmet kaptunk a Jóistentől, tudást, hanem kaptunk lelket is. A lelkünk, a lelki életünk mélységei az Istennel való kapcsolatunknak a mélységeit jelentik. Mindegyikőtök tud imádkozni, nem csak a mi atyánkot, vagy a tanult imákat étkezés előtt, étkezés után. Mindenki tud a saját szavaival beszélgetni a Jóistennel. Azt javaslom mindenkinek, hogy ezt a tanévet használjátok ki arra, hogy egyre mélyebbre elvesztek az ima területén. Van lehetőségetek nem csak a hittanórák alkalmával, hanem máskor is elmélyíteni az imával, imában a Jóistennel való kapcsolatotokat. Ne adjátok fel, és ne csak akkor imádkozzatok, amikor dolgozat lesz és szükség van egy kis segítségre, hanem máskor is. Aztán evezzetek az öröm mélyére. Bármilyen furcsa, de a normális állapotunk nem a panaszkodás. Annyi panaszt hallani. Morognak az emberek, panaszkodnak, borulátok, soppánkodnak, szidják a rendszert, a világot, sokan a Jóistent is. Mi lenne, ha nem morognánk, hanem ugyanennyi erővel azt keresnénk, miért adhatok hálát a mai napon? Mi az, amit megköszönhetek? És a hálás szívű ember
nek megjelenik az öröm az életébe. A szívetek mélyén nem a panaszkodás van, hanem az öröm. Az a normális állapotunk. Örülünk, mert szeret a Jóisten bennünket, és mi is tudunk másokat szeretni. Evezzetek az öröm mélyére, mélyítsétek el a bennetek lévő örömet. És ez nagyon egyszerű. Mindenért legyetek hálásak. Otthon is, az iskolába is, a tanárok felé, egymás felé, szüleitek felé, testvéreitek felé. Minél többször mondjátok ki ezt a szót, hogy hálát adok, köszönöm, örülök neki, annál nagyobb lesz a szívetekben az öröm, és annál jobban látszik az arcotokon, betölti az életeteket az öröm. És mélyítsétek el a szeretetet, evezzetek a szeretet, szeretet mélyére. Nem csak egymás iránt, hanem a Jóisten iránt is. Mindegyikünknek van lehetősége növekedni a szeretetben, mert még nem tudunk tökéletesen szeretni. Ennek egyik része az, hogy kerüljük azokat a dolgokat, amik rombolják a szeretetet. A legjobban a bűn rombolja. Azok a bűnök, amit egymás ellen, vagy a Jóisten ellen elkövetünk, mindig rombolják a szeretetünket. Vagyis törekedjetek arra, hogy ne kövessetek el bűnt, és törekedjetek arra, hogy a jóban, a jó cselekedetekben, az erényekben növekedjetek. Minél többet gyakoroljátok a jóságot, annál nagyobb lesz a szeretet, és annál mélyebb lesz a szeretet a szívetekben. És azokkal, akikben nagy a szeretet, meg az öröm, nagyon jó együtt lenni, akárhol vagyunk. Legyetek olyan diákok, felnőttek, akik ebben az évben a mélyére elveznek, a tudásnak, az imának, az örömnek és a szeretetnek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.